Szeretettel köszöntöm a vonalban Kovács Anna Zsófiát, a Szép Művészeti Múzeum munkatársát. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Ismét egy világra szóló kiállítás nyílt a Szép Művészeti Múzeumban. Auguste Renoir-nak a festményeit állítják ki, és talán ezek a nagyszabású kiállítások nem teljesen bevett dolgok, legalábbis nem annyira ez a fajta volumen, amit ezek a kiállítások képviselnek. Mit tud elmondani, hogy milyen szintet lépett a Szép Művészeti Múzeum az utóbbi időben, hogy ezekre sor kerülhet? A Szép Művészeti Múzeum az ország legfontosabb, talán legkiemeltebb művészeti gyűjteménye, és hosszú évek óta nagyon komoly ideiglenes kiállításoknak ad helyet. Én azt mondanám inkább, hogy ez a kiállítás a eddigi nagy szabású kiállítások sorába illeszkedik, hiszen már jó néhány kiállítást szenteltünk a 19.-20. századi impressionista, illetve posztimpressionista nagy művészeknek. Talán a hallgatók emlékezni fognak olyan kiállításokra, mint a Monet és barátai, igen, a Van Gogh Budapesten, vagy a 200-en kiállítás, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez a Renoir tárlat abszolút ezt a sorozatot folytatja. Aminek azért is nagyon örülünk, mert így Budapest méltán nem csak hogy bekerül, hanem marad a világ színvonal élén, ami így a múzeumok közötti kapcsolatokban is megjelenik, hiszen gondolom, hogy ahhoz, hogy egy ilyen neves művésznek, vagy ahogy a korábbiakban létrejött kiállításoknak a művészei esetében is, össze kell gyűjteni ezeket a képeket, hogy a magyar közönség elé tárhassák, illetve hát Magyarországon is nemzetközi közönség is nézheti. Valóban. Itt ugye az volt egyik alapköve a kiállításnak, hogy a két párizsi intézmény segítségét elnyerjük, tehát a Musée d'Orsay és a Musée de l'Orangerie támogatását. Igazából náluk van a legnagyobb Renoir gyűjtemény Európában, úgyhogy gyakorlatilag az ő segítségük nélkül szinte lehetetlen egy nagyszabású Renoir kiállítást létrehozni. És mi készteti őket arra, hogy átkölcsönadják ezeket a műveket? Ez hogy zajlik? Igen, ez egy kiemelt partneri kapcsolat az, ami kialakult, hiszen az volt talán a legfontosabb kiinduló pont, hogy a 2019-ben a Szép Művészeti Múzeum által szerzeményezett fekvő női akt mellett szerepelhessen a képnek az a két változata, ami épp ennél a két párizsi intézménynél található, és hát nagyon hamar igent mondtak erre a alapfeltételre, hiszen eddig senki nem látta együtt ezt a három képet, tehát tudomásom szerint sosem voltak együtt kiállítva, úgyhogy ez már önmagában is egy szenzáció, és önmagában is, hogy mondjam, egy kamara kiállítás formájában is megállta volna a helyét ez a tárlat. De az egyeztetések folyamán igazából bővült folyamatosan ez a projekt, úgyhogy több mint 25 alkotást adtak kölcsön a kiállításra összesen, illetve a kiállításhoz nagyon komoly szakmai hátteret is adtak, hiszen hárman vagyunk kurátorok, akik a három intézményt képviselik, és a saját gyűjteményeinkből alakítottuk ki a kiállításnak a szívét, azt mondanám, hogy az alapját, és erre építve igyekeztünk még egyéb intézményekből, csak nem 20 európai múzeumból egyéb kölcsönöket szerezni. Akkor lehet, hogy úgy kellett volna indítanom eleve, hogy nem szintet lépett, hanem folytatta ezt a menetelést a Szép Művészeti Múzeum, és ez is nagyon nagy benyomást tehet a nézőkre, illetve a mi hallgatóinkra is, hogy nem visszalép, hanem mindig egyel előbbre tud lépni, még egy nagyobb kapcsolatrendszerrel is ki tud lépni a látogatók elé. Renoirról mit érdemes tudnunk, hogyha valamennyire azért képben van az ember, hogy a 19. század impressionista festője, mi az, ami miatt a Szép Művészeti Múzeumnak őre esett most a választása?
Igen, nagyon érdekes, hogy így fogalmazott, hiszen tehát, hogy az, hogy Renoir egy 19. századi impressionista festő, azt hiszem, hogy a legtöbb embernek a fejében ez él, de a kiállítás egyik célja az volt, hogy túllépjünk ezen a nagyon egyszerű definíción, és bemutassuk a nagy közönségnek, hogy Renoir munkássága nagyon hosszú, ő több mint 60 évig alkotott, és rengeteg művet festett, és hogyha igazán alaposan átnézzük ezt az életművet, akkor gyakorlatilag azt tapasztaljuk, hogy 10-15 év az, ami szintisztán impressionistának nevezhető, és hogy Renoir ugye előtte még kereste az útját, és inkább a realizmusból, Courbet-ból, Manet-ból táplálkozott, és az 1880-as évek eleje, közepe körül elfordult az impressionizmustól, mint egyébként a legtöbb társai is másfelé indult, és inkább a hagyomány felé fordul, de úgy, hogy mindig nagyon modern és újító tudott maradni. Tehát a kiállításon ez a kezdeti időszak is megjelenik, természetesen talán a leghíresebb impressionista remek művek is, de azt is bemutatjuk, ahogy a 80-as évektől, a 20. század második évtizedéig, hiszen Renoir 1919-ben halt meg, tehát, hogy ez a nagyon hosszú életművön keresztül mutatjuk be Renoir munkásságának a komplexitását és a nagyon nagy változatosságát, gazdagságát. Azért végig jellemzi az, hogy figuratív, vagy ebben is voltak változások? Hát ugye itt a figuratív szót itt nagyon óvatosan használnám, inkább talán a figurális, az, hogy a figura, az ember, az alak ábrázolás áll a munkásságának a középpontjában. Ugye itt most nem az absztrakció és figuráció közötti ellentétről beszélünk, hiszen Renoir soha nem vált absztrakt festővé, de festett egyébként csendéleteket, tájképeket, amelyekből azért itt-ott kapunk kézelítőt a kiállításban, de alapvetően az vezetett minket ahhoz, hogy leszűkítsük a figurára és a modellhez való kapcsolódáshoz a kiállítás témáját, hogy valóban ez áll a középpontban, tehát az emberi arc, az emberi test, illetve az emberek közötti interakció az, ami igazán foglalkoztatta őt. Tehát valóban ez a címe is, hogy a festő és modelljei, tehát akkor ez már egyfajta tematikát ad, és lehet, hogy egy kicsit elrugaszkodott dolog, de annyi szó esik most akár a digitális kapcsolattartás miatt a személytelenedésről, hogy lehet, hogy ez is egy apropót tud adni egy ilyen kiállításnak, hogy itt ugye nagyon emberi megjelenítések szerepelnek a képein. Igen. Igen, és nagyon fontos ez a kiállításon is kitűnik, hogy sok esetben a modelljei a legközelebbi ismerősei voltak, a családtagjai, a barátai, a közeli támogatói, úgyhogy mindez egy nagy, hogy mondjam, ez a melegség, ami élt Renoir és az általa megfestett személyek között, ez átérződik a vásznon. Úgyhogy az emberi kapcsolatok egyébként számára az életben is, a művészetben is rendkívül fontosak voltak. Mit szeretne elmondani nekünk, mert nagyon nagy lelkesedéssel tud beszélni ezekről a festményekről, nyilván nem véletlenül foglalkozik ezzel, de akkor nyilván a festő személye is olyan, amit szeretne megismertetni a látogatókkal. Mit szeretne, tudna elmondani róla nekünk? Igen, Renoir egy nagyon érdekes személyiség volt. Egyrészt látjuk a művészetében, hogy a boldogság festője volt, ezt így szokás talán őt a leginkább jellemezni. Ugyanakkor maga egy viszonylag szorongó ember volt, és ez a kettőség valahogy jellemzi az egész életét, de a munkásságát nem, tehát a mindennapi problémák, a háborúk egyébként, ugye több háború is volt az ő életében, a mindenféle konfliktusok, pénzügyi nehézségek, társadalmi nehézségek nem szűrődnek át az ő művészetében, úgyhogy nagyon érdekes, hogy azt a világot festette meg, amelyben szeretett volna élni, nem feltétlenül azt, amit látott, ha meg akkor is, hogyha úgy
ugye folyamatosan a modellt és a környezetét figyelte meg, de mégis képes volt megszépíteni, átalakítani azt, ami minden nap körül vette, és a számára a művészetnek a célja egyébként az volt, hogy szép legyen, és hogy boldogságot nyújtson az emberek számára. Így egyébként bízom abban, hogy a 20. 21. századi látogató számára is tudnak majd a művei boldogságot nyújtani. Akkor a művészek sorában nem kimondottan illik be, hiszen ők szerették az emberi életnek az árnyoldalait is bemutatni sokszor, vagy kiknek a sorába illik akkor ő be? Egyébként érdekes, hogy ez művész is válogatja alapvetően, de tény, hogy Renoir számára ez szinte egy festői etika volt. Egyébként ebben a tekintetben a 18. századi francia nagy festőket vette példaképül, tehát az olyanokat, mint Fragonard, Boucher vagy Watteau, akik ennek a művein egyébként ez a életöröm, a flörtölés, a boldogság, a találkozások pillanata jelenik meg. És egyébként Renoir maga is megjegyezte, hogy általában nem veszik komolyan azt, aki mosolyog, pedig Igen. nagyon is nagy művészet van abban, hogy a festő ezeket a boldog érzéseket tudja közvetíteni. Akkor ő is érzékelte azt, amit ma is lehet érzékelni, hogy aki mosolyog, azt annyira nem veszik komolyan, mert valahogy a súlyát, mintha nem érezné az élet terhének. Igen, igen, ezt konkrétan tudjuk, hogy mondta és írta is, és nehezményezte bizonyos szempontból, hogy ezt a könnyedséget, ami mögött egyébként rendkívül sok munka van, azt talán nem értékelik annyira. És az ő esetében sem a 19. századi körülmények indokolták azt, hogy ő feltétlenül rózsásan lássa a helyzetet, hiszen, ahogy mondta, több háború is zajlott, és az életkörülmények sem voltak feltétlenül ideálisak, mint ahogy soha. Igen, igen, de számára a művészet az egy párhuzamos, idealizált világ volt, amit igazából próbált a Vásznán megteremteni és éltetni, akár a portréin, akár a életképein, akár az aktjaiban egy idilli világot. Az impressionisták közé milyen alapon szokták sorolni, hiszen azt mondta, hogy nem feltétlenül csak ez az egy ismérve van, de mégis innen ismerjük. Igen, több szempontból nyilván festésmód alapján, ugye ő is kint járt a plenerben, és nagyon lendületes ecsetkezeléssel festette meg a Párizs környékén látható különböző szórakozó helyeket, tehát stilisztikailag is minden tekintetben illik az impressionisták körébe. Részt vett az első impressionista kiállításokon, de érdemes megjegyezni, hogy egyébként viszonylag hamar szakított ezekkel a kiállításokkal, hiszen számára mindvégig a szalon maradt igazán a művészi érvényesülés helyszínének, tehát ő amint lehetett visszatért a szalonhoz, és ott leginkább egyébként a portréfestészetével igyekezett érvényesülni. Egyrészt, mert nagyon érdekelte a műfaj, ezt láthatjuk a kiállításon is, hogy mindig alkalmazkodott a modellhez, és mindig nagyon finoman igyekezett megjeleníteni a ülő modellnek a személyiségét, az arcvonásait, az arc kifejezését, ruházatát, stb. De másrészt ugye ez a portréfestészet egy megélhetési lehetőséget nyújtott számára, tehát ezzel tartotta fenn magát, majd a családját is, és ezt tette azt lehetővé, hogy olyan nagy kompozíciókon dolgozzon, mint a Vidéki Tánc például, vagy a Moulin de Legeletben, amelyeken aztán hónapokig dolgozott. Mennyire volt magányos festő, vagy a kornak, amik közé besoroljuk, hogy az impressionista festők, tehát nyilván sok festő munkálkodott körülötte, volt-e ennek egy közössége? Abszolút nem, már egy után nem volt egy magányos ember. Egyébként tehát nagyon nagy ismerettségi köre volt, mindig körbe volt véve barátokkal, festőtársakkal, támogatókkal, és majd később ugye a családja volt számára egy nagyon fontos közeg. Ugye egyrészt nem csak közeg, hanem festészeti téma is, hiszen a családi mindennapok abszolút jellemző és eszenciális
oficiális témává vált számára az 1880-as évek közepétől egészen élete végéig. Akkor ő nem az a tipikus bohém festő volt, ahogy kell képzeljük a párizsi festőket, és ahogy hallunk is a nem annyira családi életükről. Volt is az, hiszen azért 40 évesen házasodott meg, és akkor született az első gyermeke, vagy hát hivatalos gyermek, inkább azt mondanám, úgyhogy neki volt egy Másik bohém korszaka. előélete, ami azért nem is volt olyan rövid, de aztán ahogy a művészetében, az életében is valahogy jött ez a váltás, festészetében inkább a klasszikus művészet felé fordult, és úgy mondanám, hogy az életében is megnyugodott, letelepedett. Maga a kiállítás elsősorban Franciaországból érkező képekből áll össze, vagy múzeumokból, vagy esetleg magánszemélyektől, vagy hogyan sikerült ezt összegyűjteni? Igen, van egy nagyon komoly francia mag, tehát említettem a Musée d'Orsay-t, meg a Musée de l'Orangerie-t, de ezen kívül még Párizsból, a Petit Palais-ból, a Musée Marmottan-ból, de vidéki intézményekből is jöttek képek, Lille-ből, Lyon-ból, Reims-ból, úgyhogy alapvetően ezek a francia gyűjtemények nagyon sok támogatást nyújtottak a kiállításhoz, de egyéb intézményekhez is fordultunk, ugye a Szépművészeti Múzeumnak nagyon komoly szakmai kapcsolatai vannak egyéb intézményekkel, úgyhogy meg tudtuk nyerni a Frankfurti Múzeumot, a Thyssen-Bornemisza Múzeumot Madridból, és igazából tényleg még egy tucat európai, tehát nem francia, európai intézményt, hogy elmúljanak hozzá a kiállítás sikeréhez. Akkor ez komoly szakmai és egyben diplomáciai művelet is volt. Természetesen minden kiállítás alapja ezek a kapcsolatok és ugye a partnerek meggyőzése. Hogyha valaki oda látogat, és nem tudom, hogy mennyi látogatóval számolnak, de kezd most már így betelni, akkor mit látott, hogyan tud rá fölkészülni? Bocsánat, hogy maga a látogató, hogy tud a kiállításra felkészülni? Igen, hogy azt fogja, Igen. tehát hogy lesz egy, gondolom van egy tematikája, vagy egyfajta háttérismeret szükséges-e ahhoz, hogy ezt így Igen. élvezni tudja. Természetesen mindig úgy gondolunk kiállításokat, hogy rendkívül sok látogatói réteg számára élvezhető legyen, tehát a nagy Renoir kedvelők és a művészetét jól ismerő személyek számára is tartunk meglepetéseket, de természetesen a kevésbé beavatott látogatók kezét is megfogjuk, mindenféle szöveggel, kronológiával, egyéb információkkal segítünk eligazodni az életműben, meg az adott korszakban. Mennyi látogatóra számítanak, vagy mekkora roham érkezett már, hiszen emlékszem még a Monet és barátainál is például, de csak a Csontvárinál is sorok álltak a múzeum előtt egész a Hősök teréig. Hát pontos számot nem merek mondani, meg nem is tudom, de befogadó alapvetően... képesség és a lehetőségek arányában sok vagy Igen, kevés. Igen, reménykedünk, hogy sokan eljönnek a kiállítást megnézni. Egyébként, hogyha szabad javasolni valamit, akkor azt mondanám a hallgatóknak, hogy jöjjenek minél hamarabb, ne halasszák a kiállítás utolsó heteire a látogatást, mert akkor rengetegen vannak. Egyébként nagyon jónak számít általában ez az őszi szezon a Szépművészeti Múzeum számára, hiszen ugye a magyar közönség is itt van, nem nyaral, iskolák is talán érdeklődhetnek, illetve ekkor ugye az ősz folyamán jönnek a külföldi látogatók is, a karácsonyi időszak is beleszámít, úgyhogy én nagyon reménykedem abban, hogy a kiállítás sikeres lesz. Mennyire viszik a külföldi látogatók a jó hírét a Szépművészeti Múzeumnak világszerte? Azt mondanám, hogy remélem, hogy viszik. Egyébként a kiállítást mindenféle fórumon hirdetjük, Bécsben plakátok is lesznek, úgyhogy talán onnan sikerül néhány látogatót elcsábítani, akik egy hétvégére eljönnek Budapestre, és akkor talán beleszövik a január kiállítást is.
És hát meglátjuk, hogy rendszeresen szoktak a kiállításainkról is írni mindenféle kezdcsináló keretében, illetve komolyabb szakmai lapokban is megjelennek olykor-olykor kritikák a kiállításainkról. Meddig látogatható? Most már azért ezt is fontos tudnunk. Igen, a kiállítás január 7-ig látogatható. Tehát még az új évben gyorsan be lehet pótolni, bár ahogy ön mondta, jobb nem akkorra hagyni. Én nem várnék addig. Reméljük, hogy a hallgatóink se fognak addig várni. Van esetleg még olyan információ, amit feltétlenül fontosnak tart elmondani a kiállítással kapcsolatban, vagy a múzeummal? Talán annyit, hogy körülbelül összesen 75 műtárgy látható, amelyek egyébként egy nagyon széles, átfogó és változatos képet mutatnak Renoir munkásságából. Festmények találhatók, rajzok, nyomatok, metszetek, litográfiák, kiadványok, szobrok, úgyhogy egy nagyon színes és remélem élvezetes válogatást nyújtunk a látogatók számára. És online is lehet jegyet vásárolni, sőt, talán azt szeretik inkább jobban? Nem tudom, de alapvetően talán az online jeggyel elkerülhető a sorbanállás. Így van. Nagyon köszönöm, hogy egy virtuális múzeumlátogatásra meginvitált minket legalább kertcsinálónak, és reméljük nagy kedvet sikerült hozzá kelteni. Nagyon köszönöm Kovács Anna Zsófiának a beszélgetést. Szívesen, viszont hallásra.